Nos, hát akkor a következő dal, az egy, megint egy nagyon fontos része lett az életemnek, mert ugye már volt tavaly, mert mindig volt tavaly, na jó. Na, ez igen. Na most ebből nem jövök ki, hogy most így hagyasz, így lelengedem ezt a szállat. És az a lényege, hogy június 4-én a Kossuth téren több ezer gyermekkel elénekelhettem ezt a dalt, de a dal hívására, ez így jobban hangzik, mint azt mondom, hogy az én hívásomra, de egyébként az utóbbi, az igaz? Több száz település jelentkezett, hogy egy időben, egyszerre, az egész Kárpát-medencében ezt elénekeli velünk, mert akartak jönni, de annyi, valószínűleg annyi ember nem is fér a Kossuth térre. És akkor találtuk ki azt, hogy mi lenne, ha helyben mindenki saját iskolájában, főterén, falujában, városában, óvodájában, mert óvodások is voltak, egyszerre elénekelni ezt a dalt, mert hogy nagyon sok, hát ilyen 30, nem tudom, az sok, kevés, 30, körülbelül 30 országban muzsikáltam már, és mindenhol találkoztam magyarokkal, mi Irakban is volt magyar, bizony. Mondjuk ő volt a szlovák nagykövet. Jó, nálunk Szlovákiában ez így előfordul, és reméljük, hogy elő is fog. És nos hát, mindenhol, minden magyarnak egyetlen egy dologot láttam a szemében, közös volt bennük egy pont. Szeretnék legalább egyszer az életben, vagy legalább egyszer egy évben, mégiscsak mindenen túl elmondani, vagy megmutatni, vagy elénekelni azt, hogy igenis, van egymáshoz közünk, egy közös a kultúránk, közös a nyelvünk, és egyébként is, tehát valamiféle közösségünk van. És ezt jó lenne legalább 5 percben kimondani. És erre a dalra gondoltam akkor, amikor ezeket a szempárokat láttam. És igen, így aztán jelentkezik. A több száz, 200, az már több száz, ugye? 200 település. Ez csodálatos. Hadd mondjam a terveket is, mert azok a tervek, hogy ezt világméretűvé duzzasztjuk, hiszen sok-sok millió magyar ember él a Kárpát-medencén túl, nehogy elfeledkezünk róluk. Így aztán New Yorktól Tokióig fogjuk ezt valószínűsíthetőleg énekelni június 4-én, természetesen az majd rajtuk is múlik, addig is ezt a dalt most már hogy ne énekelnénk el. Az a címe, hogy Készfogás. Thank you.
repül, s hull az oltalom. Köszönjük.